Közel egy évet ölelt fel az a fesztivál sorozat, melynek megyei záró eseményére január 24-én került sor a megyei művelődési központban. Következő összeállításunkban olyan szereplőket szólaltatunk meg, akik megyénket képviselik majd az országos bemutatón. 99 őszén hirdette meg Győr-Sopron-Moson megyei kezdeményezésre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ezt a fesztivál sorozatot, fölvállalva annak fővédnökségét. És a fesztivál sorozat lényege az volt, hogy a kis térségek, a kis régiók kapcsolódhassanak be fesztiválokkal ebbe a nagy sorozatba. Így aztán Fejér megyében is úgy indult el a sorozat 2000 április 1-ével, hogy 7 kistérségben kezdtük el a bemutatók sorát. 6 kategóriában hirdettük meg a fesztivál sorozatot, 6 művészeti ágban. Kórusok, kamarakórusok volt az egyik, klasszikus zene, néptánc, népdal, népzene, vers és prózamondók, illetve színjátszás, bábjáték. A fesztivál felhívására eredetileg 270 csoport, illetve produkció jelentkezett, mert ez nem csak csoportok, hanem szólisták is, és ez 2300 résztvevőt jelentett. Így indult el, ahogy mondtam, tavaly áprilisban ez a sorozat, aztán a tavasz során az a 7 kistérségi bemutató lezajlott, Ercsiben, Enyingen, Székesfehérváron, Bicskén, Sárbogárdon, Móron voltak ezek a bemutatók, illetve ősszel folytatódtak a szakági bemutatókkal. Ezt úgy kell elgondolni, hogy a 7 kistérségben minden műfaj együtt szerepelt, de ősszel már a különböző műfajok legjobbjai egy színpadon léptek föl. Ugyanezen a helyszíneken rendeztük meg a szakági bemutatókat, a szakértő zsűri ott válogatta ki azt a 30 produkciót, akik eljutottak a megyei gálára. Mi az ebszemét keresken? Megvan! Édes lelkem! Hála az Istennek! Csak hogy végre megvan, azon örvendek. Már bizén azt hittem, már kétségbe estem, hogy sose legyen meg a nyelvedet testem. Hát, aki mondta is! Hát, aki adta is! Hát ilyen, amolyan, erre is, arra is, ki parancsolni? Hát, ki az úraháznál? Még te itt kötődnél, még te itt komádnál? Most köszönje meg, Kent, hogy csak ennyi. Tehát mit jelentett a vegyes karnak az, hogy a millennium évében meghirdették ezt a Kultúrával a Nyugat kapujában című fesztivált? Hát egy fantasztikus nagy lehetőséget jelentett, és úgy érzem, hogy eddig sikerült is megfelelni. Nagyon-nagyon sok munka van benne, viszont hatalmas nagy lelkesedés. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan fajta versenysorozat, olyan nívós versenysorozat, hogy ennek a tagjának lenni nagyon nagy megtiszteltetés. Jöttek össze hétről hétre, aztán lassan nőtt a létszám, néhány év múlva már közel 60-an voltunk. Az első 2 év népdalokkal, népdalfeldolgozásokkal, könnyű 2-3 szólamú vegyeskarokkal telt el, aztán már kimerészkedtünk Sárbogárdról is. Részt vettünk a Móri bornapokon, emlékszem. Nagyon nagy esemény volt a kórus számára. Aztán múzeumi szereplések jöttek. Általában a repertoárjukban milyen darabok szerepelnek? A férje említette, hogy kezdetben népdalokat énekeltek. Mára ez megváltozott, vagy még mindig ez a fő profiljuk?
hát bővült, ma is megvannak a népdalfeldolgozások. A mai gálán is énekelünk kettőt, egy kodály és egy karai népdalfeldolgozást. De hát úgy bővült, hogy később mertünk könnyebb madrigálokra vállalkozni. Aztán manapság már romantikus műveket is előveszünk, 20. századit is, hát a nagyon maiakat azért nem, de hát Bartókig, Kodályig természetesen, meg hát későbbi zeneszerzőktől is úgy egyet-egyet hébe-hóba. A millenniumi év, és nem csak erre a fesztiválra gondolok most, hanem úgy általában az elmúlt évre, illetve az idei évre, milyen plusz feladatokat rótt a vegyeskarra? Arra figyeltünk, hogy történelmi darabokat, vagy hát történelmhez kapcsolódó darabokat is tanuljunk. Fölelvenítettük a Fölszaladt a pávát a Ének Szent István királyhoz, egy pászti művet, 48-as dalok címmel. De egyébként végeztük ugyanúgy a munkánkat, mint eddig, csak némely helyen hát elénekeltük ezeket a műveket, és hát több helyi szereplési lehetőség volt, úgy értem, hogy itthoni. Most mivel szerepeltél ezzel a fesztiválon? Ezzel a Bogár Sütő András Bogár Zsuzsika búcsúzik című prózával. Ez egy próza volt. Gyakran szerepelsz egyébként? Igen, nagyon gyakran az iskolában is, de más helyeken, más iskolákban is. Ki hívta fel a figyelmedet arra, hogy van egy ilyen fesztivál? Hát az volt osztályfőnököm, mert nézegettük az újságot, meg anyukámmal is, és észrevettük ezt a hirdetést, és megpróbálkoztunk. És gondoltad volna, hogy ennyien fognak jelentkezni, és hogy ilyen sok szereplő közül téged is elismerésért? Hát gondoltam rá, hogy sokan fognak, de az, hogy én is itt leszek, arra nem. Mert azért nem tartom magamat olyan nagyon jó vers és prózamondónak, de szeretem nagyon őket, és a prózát is. Ennek van még további fordulója, ha jól tudom, ugye? Igen, van, ezután lesz az országos döntő, és oda is megyek, a Sopronba lesz, április 27-28-án. Jaj, csibekas, kevés volt a kiskakas. Ez a kevés kiskakas, tarka tollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kúton, talált egy szemgömbücskét. Négy citer a zenekar van a faluban, és három éneklőcsoport, három korosztály, és egyik a másikat kiüti, mert tehát mindenki nem lehet hantusi, aki tovább jut, és úgy döntöttünk, hogy összevonjuk a csoportokat. Testhez álló, éppen a millenniumhoz kapcsolódó programot sikerült is összehozni, úgyhogy jeles napokból állítottuk össze, január 1-től a július közepéig, Szent Ivánig, és ebben nagyon jól jön az, hogy kisgyerek, nagyobb, zöme olyan, hogy gyerekek szokták ezt a szokást csinálni, egy részét legalábbis. Vannak benne komolyabb dalamok, az a nagylányok élet, úgyhogy lelkesen indultunk neki, lelkesen készültek, és ez a lelkesedés végig meg is maradt.